Vasárnap kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára állítják át. A nyári időszámítás nem volt mindig része az életünknek. Azért vezették be a 20. század elején, mert a napfényes órák magasabb nyári számát kihasználva a világítás mellőzésével energiát takaríthattak meg. Azóta viszont folyamatos a vita az óraátállítás vélt és valós előnyeiről és hátrányairól, illetve arról, hogy az előnyök ellensúlyozzák-e a hátrányokat. A téli időszámítás mellett orvos szakmai érvek, a nyári oldalán pedig leginkább gazdasági indokok állnak. Elemzők szerint legújabban az az érv szól a kettős időszámítás mellett, hogy az energiatakarékos eszközök elterjedésével a villamos energiafogyasztásnak egyre kisebb részét teszi ki a világítás, azonban az orosz agresszió okozta energiaválság miatt minden megtakarított kilowatt számít.